Now turn up. És sziasztok! Ismét szerda, még mindig szerda. És ha már ilyen szép idő van, gondoltam kihasználom ezt az egészet. Most szerintetek? Most szerintetek nem direkt csinálja? Egész eddig nem ivott. Most, hogy nekiálltam videózni, troll. Tiszta troll ez a kutya. Na mindegy. Itt hol tartottam? Hát szerda van, ismételten, és a jó időt kihasználva pólóban lehet futkározni kint. És csak egy-két dolgot akarok mutatni, amit már egy-két videómban említettem. Úgyhogy ki is menjünk hátra a kertbe, és akkor ott fogom megmutatni, amit annó, nem tudom melyik videómban mondtam, hogy egyelőre titok, amiért meghagytam a gyermeklánc fővirágát. Hogy miért is hagytam meg a gyermeklánc fővirágát, miért nem kaszálom még mindig le? És még nem is fogom egy darabig lekaszálni. Na mindjárt mutatom. Közben nem tudom, hallható-e, elhallgatok, jó? Itt vannak a méhecskék. Csak úgy megsúgom. Szépen zümmögnek ezen a fán, megy fán. Most már ideje volt, eddig ugye folyt az eső, hideg volt, szél fújt, viharos szél, minden. És most végre itt vannak a méhek. Szépen zümmögnek. De beszúrt ez az ajtó. Úgy, ahogy az kell. Na kérem, most nem egy birtokkörbejárás lesz, éppen ezért nem is nagyon magyarázkodom semmit. Csak megmutatom, hogy szépen az almák is. Ugye ez az almafa, amiről nem tudom, hogy mi micsoda, ő is most már kibontotta a virágát. Hát nem tudom, mennyire fókuszál, mennyire esetlen, így jó lesz. És lehet látni tényleg, hogy az ág végeken nőnek jobban a virágai. Én meg azokat mind levagdaltam, ugye? És most van rajt. Na erre kíváncsi leszek. Hát ugye, ha a tavaszi fagyokat meg nem sínylette, akkor talán lesz valami. De hihetetlen, hogy zümbögnek ezek a méhecskék. Nem tudom, persze a kamerán mennyire adja vissza, mennyire se, ugye, de hihetetlen. Végre itt vannak. A kutyusunk ismét talált valami szagot. Ugye most meg kell hemperegnie bent, mert a vadász ösztön ezt kívánja tőle, hogy ugye beszagozza, bebüdösítse magát, hogy a úgymond az űzött vad ne érezze meg magát. Vagy ne érezze kutyaszagot rajt, hanem ezt a Istent, hogy milyen szagot. Hát én nem tudom, mi van ott, nincs szerintem valami kis egér, vagy valami fene se tudja, ami meg van döglöve. És hát ez tipikus labrador parfümözés, ugye. Láthattátok ezelőtt, mikor a hóban hempergett, ott is talált valami szagot. És hát meg hát szerintem élvezi ezt a kis napsütést, jó időt. Na kérem, elmegyünk oda hátra, lehet látni milyen szép sárga, úgymond, a gyermeklánc fű ültetvénye, de nem ám, az csak úgy nőtt, ugye ezt nem kell ültetni, de nem kaszálom, meg se fordul a fejem, vagy lekaszáljam. Mindjárt elmondom, hogy miért. Almáim szépen kezdik bontakozni, kezdenek kibontakozni a virágok, hát bízok benne, hogy ugye azért hagytam rajt bőven, lehet, hogy túl sűrű is, majd tavasszal jövőre megrikítom ezt a részt. Hát bízok bent, hogy talán az a fagy, tavaszi fagy nem viselte nagyon meg őket, és átélik, átvészelik ezt az egészet. Jó, például messze van még úgymond az év vége, a szüret. Hát remélem, hogy azért valamicske marad rajt. Körtém is szépen virágzik. Itt igen csődben vannak a méhek. Szerintem egy-kettő látom, ott röpköd. Egy-két méhecske, de ugye lehet látni a körtén már inkább lepotyogott a szirom javarészt. Nem tudom, szerintem lehet látni, hogyha megrázom, már potyog le a róluk a szirom. Tehát ő jó szerintem elvirágzott. És szerintem, hát itt van egy méhecske, most nem tudom elkapni, mert elröpült. Hát, már úgy a kamera nincs éve, akartam megfogni.
azt szépen virágoztak, de hát ugye pont esős, maszatos idő volt, úgyhogy valószínű, nem tudom, meglátjuk majd. Hát ugye itt lehet látni, ez a kétfajta almó van ebbe a fába. Ott az az eredeti, úgymond, ilyen kis nyári apró sárga alma. És ez az oltvány, ez a starking, ez a vastag ág, ez már ugye oltvány. Lehet látni különböző, az kicsit már most már virágzik, virágban van úgymond az ág része. Ez a starking ága most kezd virágozni. Tehát ez később egy picikét úgy látszik. Jó, de nem is erről van szó. Azt akarom megmutatni, na ott is megtalálta a szokásos kis parfümjét. A szilva is kivirágzott. Ide jó, megkapáltam ezt a részt, és olyan puha. Kéne neki az eső, nagyon kéne. Talán jövő hétre mond. Szépen kivirágzott. Hát, egy-két méhecske döngicsér itt is, de nem az igazi. Na, akkor itt vagyunk hátul a sárga tengerben, úgymond. És akkor mindjárt mutatom. Méhecske is itt dolgozik. Látjátok? Szépen dolgozik a méhecske. Jó, nem is zavarom. Ha dolgozzom. Na és itt vannak az én azok a ott is egy nagyobb méhecske. Ez elröpült. Ott van. Na, itt van az a dolog, amiért én ezt a gyermekláncfüvet addig nem fogom lekaszálni, ezt a részt, amíg a fák, a gyümölcsfák el nem virágoznak. Bizonyára tudjátok, aki jártas ilyenekben, ha nem, akkor most halljátok tőlem először ezt a teóriát, legalábbis én ezért tartom meg őket. Ezt egy, hát én is úgy olvastam, annak idején valamikor valamelyik fórumon, hogy ki, hogy miért nem érdemes lekaszálni ezeket az első virágokat, még a gyümölcsfák el nem virágoznak. Hát ezért kérem szépen, ezért. Látjátok? Hol láttam még? Ugye ezért nem láttam egyiken se. Egy virágon se, na de itt ők azok. Ők azok az élőlények, amiért én nem kaszálom ezt a virágot. Ez az úgynevezett bundás bogár. Ez úgynevezett bundás bogár, mely látható, a virágot, a virágnak a közepét eszi ki. És épp ezt műveli a gyümölcsfákkal is. A gyümölcsfák virágait is ugyanígy lerágja. Épp ezért, ha megvan, én meghagyom mindig ezt a körbe, lehet látni, mindenhol megvan a sárga, tehát nincs kaszálva sehol gyümölcsösbe, ahol vannak virág. Én az első kaszálás azt mindig meghagyom akkorra, mikor elnyílik ez a, vagy lepotyog a fákról a virág. A gyümölcsfákról a virág, itt is itt figyel a csákó. Látható, szépen eszik a virágot. Ezek az úgynevezett bundásbogarak, nem tudom, hát én annak hívom, annak tudom őket, ezek erre utaznak, hogy a virágokat szépen lerágják. És inkább rágja itt ezt a növényt. Itt is itt van. Itt is itt figyel a csávó. Vagy nőstény, nem tudom mi ez. Azért annyira nem vágom a témát. Látható. Ezek a bogarak azt eszik, a virágokat. És ezért én azt mondom, hogy jó, ez az én teóriám, lehet, hogy hülyeséget magyarázok, lehet, hogy nem, hogy érdemes meghagyni, elfér itt ez a növény, nincs, nem olyan nagy még ez a fű, úgyhogy az közben kereskedtem már őket, mert biztos, hogy van még, csak nem találok, hál' Isten, olyan sok nincs. Úgy szoktam csinálni még régen, ugye leszoktam már ilyenkor kaszálni ezt a részt, meg hát a többi részt is mindenhol, mert most még nem, most direkt ezért várok vele, ezért nem is vacakolok vele, hadd virágozzanak, hadd csalogassák ezeket a, itt is van egy, hadd csalogassák ide ezeket a bogarakat, inkább ezt a növényt rágják,
látható szépen. Inkább ezt a növényt rágják, mint a virágaimat a fákon. Mert most ugye lehet látni a fák is virágvónak borulva, már amilyen szinten virágvónak borulva. Meg kell néznem, hogy itt is van egy, itt is figyel egy. Azért valám bőven, az ember körbejár a kertbe, hopp, ez el is röpült, hát ugye repülni tudnak. Na, azt szoktam ilyenkor csinálni, ugye még ott fejeztem be, hogy amíg nem volt, nem hagytam így meg ezt a úgymond mezőt, meg a többi virágot, addig mindig leszoktam pöckölgetni, egy fadarabbal vagy újra lelőttem a virágról, a gyümölcsfákról úgymond a növényeket, vagy ezeket a bokarakat, csak hát ezért tudnak repülni, mint látható volt, elrepült, és hát vissza, pikpak, vissza föl tudnak szállni, ha nagyon akarnak. De látható, hogy itt is egy szépen dolgozik. Itt, ott is egy szépen el van a virágám. Tehát, hogy konkrétan most mit esznek ők is, meg nem mondom én ezt, mert annyira nem vagyok biológus. Azt tudom, hogy lerágják a virágokat. Nekem az épp elég, hogy hát nem kívánt rovarokként szerepeljenek az én kertemben, úgymond. De hát most mit tudok tenni? Azért nem fogok, én mint mondottam, nem permetezek semmit, nem vegyszerezek semmit, úgyhogy megoldom így, itt is van kettő, és például szépen rágják ki a virág közepét, látható, megoldom így, hát ilyen úgymond természetes módon. Kis méhecske, jó, tele van már mézzel, lehet látni, ő már gyűjtött egy csomót, jó, na. Szépen tele van már. Na, így tetszik neked a lencse? Nem zavarlak ám, csak meg akarom mutatni, milyen szépen tele vagy mézzel. A lábai hogyan tele vannak, vagy nem tudom minek, mert nem vagyok egy szakember. Biológus, de lehet látni, milyen szépen megszedte magát már mézzel. Ugye? Jó van, dolgozzál csak. Na, kérem, alásom. Tehát én épp ezért oldom meg így ezt a technikát, ezt a műveletet, hogy rábízom a természetre. Hát most megpróbálok keresni, mert van ám itt a fákon is biztos, mondjuk jobban az alma virágokat szeretik, a szilván nem hiszem, hogy vannak ezek a dögök, úgymond dögök, minek is nevezzem őket. Nem látok a szilván szerintem, hát jó, lehet, hogy van, de lenyésző, de jobban a almán szoktam találni annak idején, alma körte, ezeket a virágokat jobban szeretik, mert ilyen gondolom nagyobbak, vagy valami jobban tudnak csócsálni belőlük. Hát, most Rittig nem találok. Hát örülök neki, ha nincs egy darab se különbe. Annak csak örülök, hogy nem találok egy darabot se, mert az azt jelenti, hogy szépen ezek a pitypangok, vagy minek mondjam, lecsalogatják ide, úgymond a földre, itt a fák alatt, és így van a mutatom is, tehát itt van a fák alatt, és hoppa, pont árnyékot vetek rá, ott figyel. Tehát nem az almát támadta meg, hanem ezt a pitypangot. Ez jó dolog. Na kérem szépen, csak ezt akartam ebből kihozni, hogy amikor mondottam, hogy hát ugye egyelőre úgymond titok, mert akkor még nem volt egy se, nem találtam egy se, ugye rossz idő volt, még ők se bújhattak elő, akkor erre céloztam, hogy én ezért hagyom, ezért nem kaszálok előre, soha. Inkább majd damilossal lecsapom, végigmegyek rajt. Na kérem szépen, itt is itt van. Itt is itt figyel a... Ott figyel. Látható, szépen rág. Dolgozik. Nem baj, azt rághatja, az almát ne bántsa. Itt meg fölötte itt az alma, úgyhogy ezért én legalábbis lehet, hogy hülyeséget mondok most, vagy hülyeséget, ez a teória, az egész egy nagy baromság, de szerintem van alapja neki. Van alapja neki, mert lehet látni, mert másképp mint a fák, ezek a bogarak itt lennek a fákon. És ezeket a fáknak a virágait
csócsálnák, és nem a gyermeklánc füved, vagy minek nevezzem. Na kérem szépen, ennyi lett volna a kis rövid eszmefuttatás, úgymond. Ez az én kis eszmefuttatásom. És én úgy veszem észre, hogy beválik. Aztán ez megint nem egy nagy biológus mondja belőlem, ez csak a tapasztalat. Ez a tapasztalat, több éves tapasztalatom ez már, hogy nem vágok soha semmit előre le. Szépen elvirágoznak a fák, minden fa lehullatja majd a szirmait, minden. Onnétől kezdve ezek a bogarak már nem tudnak ugye a fákba kárt tenni a virágaival, úgyhogy akkor nekiugrok, aztán közben Zafirunk ismétlen megtalálta azt a kis bűzbarlangot, vagy a bűzforrást, aztán ismét feltrengett, de most már látom, nem. És én ehhez tartom magam, és ezután is ehhez fogom tartani magamat. Úgyhogy ezt csak megmutattam nektek, hogyha esetleg valaki ezt még nem tudta volna, most tőlem ezt megtudhatja, de szerintem aki úgymond ilyenekbe úgymond utazik, még ha csak hobbikertész is, mint ilyen kis én, egyszerű, azt szerintem ezt lehet, hogy tudta, és szerintem tudatában volt ennek a ténynek, és én ezért ezt a hátsó virágmezőt azt addig le nem vágom, amíg a fák el nem virágoznak. Na jó, már ennyi lett volna a kis rövid bejelentkezésem. Remélem, nem azt mondom, hogy okultatok ebből a kis videóból, de menjetek ki a kertbe, nézzetek körül, és hú, nem tudom mi a fenn, ez a liba most, na, nekiálltak ezek itt a szomszédba. Intézkedni nem kell, de vissza elmegyek, mert belegálkoknak, nem is tudom milyen hangokat adnak ki. Na, csak nézzetek körbe a kertbe, hogyha vannak esetleg ilyen virágok, mi egymás, hogy ezt egyáltalán észrevette-e valaki, vagy elsiklott felette, nem foglalkozott vele. Pedig higgyétek el, hogy ha nincsenek ott azok a hátsó virágok, ez a sárga virágmező, akkor mind a fán lettek volna az almafa virágain. Tehát hál' Isten, nem találtam egy darabot se. Akkor mindenkinek a legjobbakat. Csákány, sziasztok!